a Szamvoda nyíregyházi beruházása az összes építési és beruházási szakaszt figyelembe véve egy 580 milliárd forintos beruházás lesz. Szijjártó Péter jelentette be a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártójának Magyarországra érkezését. A nyíregyházi a harmadik olyan beruházás az idén, amelynek értéke több mint 1 milliárd euró. Ezzel a beruházással most már biztossá válik azon vállalásunk teljesíthetősége, amely szerint a tavalyi beruházási rekordot az idei esztendőben nem csak meghaladjuk, hanem meg is duplázzuk. A miniszter hangsúlyozta, a vállalat teljes vízigényének 90%-át tisztított szennyvízből biztosítja majd. A szakértő szerint azonban ehhez újabb fejlesztés kellene, mivel a Nyírség Víz és Térsége ZRT honlapja alapján a szennyvíztisztító telepük kihasználtsága már most 100%-os. Az ellenzéki pártok mindegyik elutasítja az akkumulátorgyárak magyarországi építését. Hát ezt tudjuk, ez nagyjából semmi újdonság nincsen már, mint az ellenzéki pártok is, leginkább az LMP hozzáállását tekint az akkugyárakhoz. Smuk Erzsébet a vendégünk, ez is okolom. Jó reggelt kívánok! De most itt jó előre közölték, hogy 90%-ban használt vizet használnak, majd fel újrahasznosítanak. Mi ezzel a gond akkor? De azt is elmondták, hogy ott a szennyvíznek, a rendszernek a leterheltsége az maximális, tehát oda új fejlesztésekre van szükség, miközben tudjuk azt, hogy általában például tehát a vízi közműrendszer az teljesen leromlott állapotban van Magyarországon, és az embereknek, tehát a lakosok egészséges vízellátása érdekében ezeket a forrásokat ide kellene fordítani, nem pedig a beruházóknak infrastrukturális fejlesztések formájában támogatást adni. Lehet, hogy belekalkulálták ebbe az 580 milliárdba ennek a rendszernek a fejlesztési költségét is, nem? Hát eddig ne, a gyakorlat nem ezt mutatja. Általában a kormány az adófizetők pénzéből hatalmas infrastrukturális fejlesztéseket végez. Ezt láttuk Debrecenben is például. Illetve hát látjuk most ugye Göd közelében az ottani akkumulátorgyár, az éppen most kezdenek egy 30 milliárdos beruházással egy komoly vízvezeték rendszert építeni. Lehetséges, hogy ez is a rejtett csapda ebben a dologban, hogy elkezdődik valahogy valamilyen módon egy ilyen beruházás, és utána jönnek ezek a járulékos költségek a Gödön is. Igen, ez látszik például a debreceni akkumulátorgyárnál is, hogy szakaszolják, tehát az első szakasz, amikor azt állítják, hogy kisebb környezetterheléssel, kevesebb vízfogyasztással, kevesebb energiafogyasztással jár, és utána jön a második ütem, vagy a harmadik ütem. Ma Magyarországon senki nem lehet biztonságban, egyetlen egy település, és hogy esetleg nem kap egy akkumulátorgyárat, vagy valamilyen részalkat gyárat a települése mellé. Egyébként most Fót polgármesterek kiírta, hogy ők megszabadultak, de hát ez egyáltalán nem biztos. Én példaként tudom mondani, hogy Ács polgármestere kijelentett, hogy itt nem lesz semmilyen akkumulátorgyár, egy hét múlva bejelentették. Ugyanezt történt Debrecenben is. A polgármester kijelentette, hogy több akkumulátorgyár nem lesz Debrecenben, ez a CETL akkumulátorgyára után. Hamarosan megtudták, hogy az Eve Energy újra, tehát egy újabb akkumulátorgyárat épít. Ugyanezt történt egyébként Nyíregyházán is. Volt egy meghallgatás talán a szeparátorfólia ügye kapcsán, tehát ott már van egy ilyen részalkatrészgyártás, és akkor megkérdezték a kollégáim a közmeghallgatáson, hogy akkor Nyíregyházán várható akkumulátorgyár építése, és kategórikusan tagadták. Azt mondták márciusban, hogy nem lesz akkumulátorgyár Nyíregyházán, erre tegnap megtudjuk váratlanul. Szijjártó Péter bejelentette, hogy 580 milliárd forint értékben akkumulátorgyárat kapnak a nyíregyháziak. Mi a gond alapvetően ezekkel a gyárakkal, hiszen Nyugat-Európában a meglehetősen környezetvédő szempontokat is figyelembe vevő német gazdaságban is rengeteg ilyen gyár üzemel, és hát Magyarország számára a gazdasági fejlődésnek egy kétségtelen lehetősége, bármilyen gyáraknak a telepítése is, de mi az, amitől tartanak most túl a vízfelhasználáson? A mértékkel van alapvető probléma. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy bizonyos mennyiségű akkumulátorgyár ne épüljön Magyarországon, ne gyártsunk akkumulátorokat. Viszont mi azt gondoljuk, mivel ez a legszennyezőbb része az e-mobilitásnak az akkumulátorgyártás, pont elegendő annyi akkumulátor kapacitást fejleszteni Magyarországon,
amelyik Magyarországot ellátja, de az, hogy a Nyugat-Európa és a világnak más részeit mi lássuk el akkumulátorokkal, az egyszerűen elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan most különösen az éghajlatváltozás gyorsulása közepette, hiszen tudjuk azt, hogy ezek az akkumulátorgyáraknak a vízigénye gyakorlatilag vízzabálók, energiazabálók, hatalmas a területigényük. Ráadásul ezek jellemzően veszélyes üzemek, robbanás, tűzveszélyesek, és egészségre káros anyagokkal dolgoznak. Tehát sok lába van, ami miatt meg kell fontolni a mértéket. A magyar kormány egyáltalán nem gondolkodik a mértékről, akkumulátorgyártó nagy hatalmat akar Magyarországból csinálni, mi pedig azt gondoljuk, hogy ezzel gyakorlatilag akkumulátorgyarmattá teszik az országot, hiszen ha megnézzük a térképet, akkor gyakorlatilag már az ország egy harmada, az telítve van akkumulátorgyár különböző részalkat gyárakkal, például a szeparátorfóliákkal, vagy katódgyárakkal, és az a helyzet, hogy itt nem áll meg, úgy látjuk, az ország más települése is ki vannak téve ennek. Ugye mondják, a klímatörvény felvizsgálatával kapcsolatban ez milyen szükséges lenne, többek között az akkumulátorgyárakhoz kapcsolódó energia termelő beruházások, gázturbinás erőműveknek a telepítése is problémás önök szerint. Ugyanakkor mások pedig azt mondják, hogy a gáz égetése mindig a legkevésbé környezetszennyező talán, ami a fosszilis energiaoldozókat illeti. Ezen magában nyilván, hogyha fosszilisokat nézzük, akkor nem vitatkozunk, hogy ez a legkevésbé. Na de akkor, amikor már egy limitet elértünk, akkor, amikor az ENSZ főtitkára már arról beszél, hogy itt nem csak ilyen simán globális felmelegedés van, hanem egyszerűen elkezdtünk főni. Nézzünk már körbe egy picit a világban, nézzünk körbe Európában, mi történik Dél-Európában, 50 fokos hőség van, erdőtüzek vannak, máshol villámárvizek, emberek halnak meg, már Magyarországon is megtörtént. Nézzük meg, hogy ennek milyen komoly gazdasági vonatkozásai vannak. Ingatlanokban károk, életeket követel már ez a hőség. A főtitkár éppen most arra hívta fel a döntéshozók figyelmét, hogy haladéktalanul, de drasztikusan cselekedni kell. Eközben mi történik? A magyar kormány egyáltalán nem foglalkozik ezzel. Van egy kiherélt klímatörvényünk, egy olyan klímatörvény, amelyben például olyan célkitűzést jelöltek meg, amit az ország egyszer 2013 végén elért, ez a 40%, miközben már arról beszélnek tudósok, hogy az Európai Unióban is 2040-re 90-95%-os szén-dioxid csökkentés kell. És emellett, és ezt is hangsúlyozni kell, hogy vannak alkalmazkodási feladatok. Tehát egy dolog a csökkentés, a másik az alkalmazkodási feladatok mezőgazdaság tekintetében. Aszályos Magyarország vízhiányos terület, és itt összekapcsolódik az akkumulátorgyártás az éghajlatváltozással, hogy a vízre nem az akkumulátorgyártásban van szükség, hanem a mezőgazdaságban, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszert tudjunk Magyarországon termelni. Milyen konkrét javaslataik vannak, ugye van egy olyan, megjelent egy olyan állásfoglalásuk, amiben ezt a bizonyos úgynevezett kiherélt klímatörvénynek a felülvizsgálatát szorgalmazzák. Milyen konkrét javaslatokat tesznek, vagy tettek le a kormányra? Több típusú javaslatunk van. Az egyik típusú javaslatunk természetesen az, hogy szigorítani kell a klímacélokat. Itt nem csak, hogy nem 40%-os csökkentést, hanem ezt fel kell emelni 55-60-65%-ra. Az Európai Unió is ezt teszi. Emellett javítani kell az energiahatékonyságot, energiatakarékosság rendkívül fontos. Nagyon fontos lenne a házak, lakóházaknak a szigetelése, egy ilyen programot indítani, mert ez tényleges rezsicsökkentés lenne. De mondhatnám a másik felét is, az alkalmazkodási feladatokat a mezőgazdaságban. Nem véletlen, hogy az Európai Unió a mezőgazdaságra is elkezdett kiemelt figyelmet fordítani, hogy javítani kell a talajnak az állapotát és a zöld felületek védelme. Az LMP benyújtotta, hogy zöld felületi moratóriumot hirdessen a kormány, ami azt jelenti, hogy az erdőkre és a zöld felületekre nagyon vigyázni kell, és a zöld felületi beruházásokat abba kell hagyni. Sunk Erzsébet, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.